A stadion mögötti műfüves pályán megrendezett előkészületi mérkőzésre több száz néző volt kíváncsi. A Dacnál 5 sérült, illetve beteg játékos hiányzott. A Dunaszerdahelyiek vezetőedzője szerint a meccs jól szolgálta a tavaszi idényre való felkészülést. Das war ein guter Test gegen eine junge Mannschaft, die um den Aufstieg spielt in der dritten Liga. Und wir sind ein bisschen schwer ins Spiel reingekommen, hatten zwei richtig gute Torchancen, sind aber leider nicht in Führung gegangen. Und dann kriegst du ein unglückliches 1-0. Aber viel wichtiger war einfach, dass wir versucht haben, Fußball zu spielen, dass wir versucht haben, Räume zu finden. In der zweiten Halbzeit war es dann besser und wieder viele gute Erkenntnisse aus dem Spiel rausgenommen. Und wie immer, das Wichtigste für mich ist immer bei so Testspielen, dass sich keiner verletzt, dass alle gesund sind und weiterarbeiten. Man merkt, dass noch ein bisschen die Spritzigkeit fehlt, aber das ist ganz normal in dieser Phase der Vorbereitung. A DAC több új labdarúgót is tesztelt már a tél folyamán. A győriek ellen a német Bülbül és a szerb Zsivkovics bizonyíthatta tudását. Próbajátékra tehát többen is érkeztek, azonban a klub nem akar mindenáron új labdarúgókat igazolni. Wir wissen, was wir tun müssen, aber ich habe schon immer gesagt, wir sind ein Verein, der guckt, dass es fußballerisch zu uns passt, auch menschlich und auch finanziell. Wir haben ein Budget und in diesem Budget bewegen wir uns, da arbeiten wir und wir werden nicht alle möglichen Preise bezahlen, wo auf dem Markt aufgerufen werden. Egy labdarúgónak a felkészülés nem a kedvenc időszaka. Ennek ellenére minden focista tisztában van azzal, hogy a megfelelő erőnlét megszerzése érdekében végig kell csinálni az alapozást. Kemény heteken vagyunk túl. A lábunkban napi 2 edzés van. Többször vannak ezek a futóedzések, viszont ami a labdás edzéseket illeti, azt évközben is ugyanazokat megkapjuk, és most is már eljön az a időszak, mikor már inkább arra fogunk fokuszálni, és jönnek a többi edzőmérkőzések, tehát most már csak az lesz a cél, hogy ezeken formálódjunk, és a játék jobban menjen, több gólt rúgjunk. Nagyon várjuk minden egyes mérkőzést, tehát mégis jobb focizni, mint edzeni. Mi már itt nem ismerkedünk, hanem itt már arról van a szó, hogy azokat a hibákat, amit elkövettünk a bajnokságban és ezeken a meccseken, minél kevesebb hibával és minél jobb teljesítményt tudjunk nyújtani, mint csapat. Egy-egyes eredménnyel ért véget a DAC Győri Eto felkészülési mérkőzés. Kiürült a pálya, a szurkolók hazamentek, nem egész egy hónap múlva azonban már a szomszédos stadionba mehetnek bajnoki mérkőzésre.